Megy helyzet, lényegesen kevesebb gyümölcs termet, így a megy induló ára ennek köszönhetően magasabb lesz. Tourist Police idén 7. alkalommal segítenek középiskolás diákok a biztonság megőrzésében. Pedagógus kórusok találkoztak Vásárosnaményban, mint egy 5000 énekes gyűlt össze a hétvégén a Pedagógus Kórusok Országos Találkozóján. 30-40%-kal is kevesebb lehet az idei megytermés a tavalyi 90 000 tonnához képest. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az előzetes adat a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet közleményében jelent meg. Ennek egyik legfőbb oka az időjárás, a tavaszi éjszakai fagyok és a virágzás alatti aszályos időjárás, valamint a virágzás követő fényszegény idő sem volt kedvező a gyümölcsnek. Az elmúlt évtizedben a megy egyensúlyi kilogrammonkénti ára 160 forint körül alakult. Az európai kereslet-kínálati viszonyoknak köszönhetően akár 30%-kal is magasabb lehet idén az induló ár. A tavaszi fagyos idő, a -2 és -6 fokos időjárás nagy mértékben megritkította a megytermést. A tavalyi évben rekordmennyiségben termett a megy is, idén ezért nem is számítottak a tavalyihoz hasonló számokra. A betakarítási időszak közeledtével azonban a vártnál is csekélyebb mennyiséget mutat a megy, közölte Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke. A csapadékos időnek köszönhetően különböző betegségek is megtámadták a gyümölcsöt, ezért a leszedett megyet még kézzel is át kell válogatni, mert olyan sok köztük a rossz termés. Az 50%-os termés is talán még az alá megyen. Ha összesítjük azt, hogy körülbelül 34 000 tonna kellene csak a feldolgozóiparnak, illetve a hűtésre, akkor még talán a Magyarországon ez a mennyiség se fog rendelkezésre állni. Az elmúlt évtizedben a megy egyensúlyi kilogrammonkénti ára 160 forint körül alakult. Az európai kereslet-kínálati viszonyoknak köszönhetően akár 30%-kal is magasabb lehet idén az induló ár. A szárral szedett megy 320 és 350 forint közötti összegért cserélhet gazdát, a feldolgozó üzemek pedig 240 forintért veszik a rázott megyet, tette hozzá Rácz Imre. A felvásárlási árat az idén tavasszal bejelentett szerződési kötelezettség segíthetni. Ezeket a szerződéseket azonban nem kötötték még meg a felvásárlók és a termelők. Sokat tett az Agrárgazdasági Kamara, illetve az illetékes minisztérium, hogy stabilizáljuk ezt a helyzetet, ezeket a kilengéseket csökkentjük, ne forduljon elő, hogy 80 forint is lehet a megy, és 320 forint is. Nem nagyon látom ezt a hajlandóságot, és a feldolgozók részéről még inkább érzékelem, hogy nem akarnak ebbe a szerződésbe belemenni, pedig ez azt a veszélyt hordja magában, hogy most hiába beszélünk itt 320 vagy akár majd 350 forintos gyümölcs árakról, és akinek mondjuk az idén lefagyott vagy kihagyott, az nem bírja úgy folyamatosan, hogy jövőre meg majd, amikor lesz neki mennyisége, akkor meg megint a 80 forint környékén lesz. Szóval ezeket az ingadozásokat, ha közösen a feldolgozó, illetve a termelő nem tudja helyre rakni, ennek az lesz a vége, hogy a gyümölcs termőterület fog csökkenni. Rácz Imre szerint a szerződéskötési kötelezettséget az alma esetében érdemes lenne az előre megszabott határidőig, augusztus 1-jéig teljesíteni. Ez mind a termelőknek, mind a feldolgozóknak is érdeke lenne. A törvényes kereteket még nem tették jogilag átláthatóvá, ezért is történhetett meg, hogy a megy esetében nem tudták betartani és betartatni a kötelező szerződéskötést május 15-jéig, tette hozzá a megyei elnök. Varga Mihály pénzügyminiszter a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényhez pénteken benyújtott módosító javaslattal kezdeményezte, hogy a parlament 2 hónappal hosszabbítsa meg a banki adategyeztetés határidejét augusztus 31-ig. Ennek az az oka, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárul le az átvilágítás a június 26-ai határidőig. Egyelőre tehát még mindig szerdán jár le az ügyfelek lehetősége, hogy egyeztessenek a bankokkal, utána viszont nem fognak hozzáférni a számláikhoz. A határidő meghosszabbítását azonban a szakmai szervezetek is jó döntésnek tartanák. Idén már 7. alkalommal teljesítenek szolgálatot a Tourist Police akció keretein belül a diákok. A középiskolások az 50 órás közösségi szolgálat keretein belül vigyáznak a rendre sóstón. Fontos az idegen nyelvtudás is, hiszen évről évre többen látogatják meg Nyíregyháza turisztikai attrakcióit.
Beírjátok magatokat a jelenlétébe, ezt követően fölvesszük a mellényt, illetve a pólót. Közel 10 diák kapta meg most a szükséges eligazítást a nyári bűnmegelőzési akcióban való sikeres részvételükhöz. 7. éve tart a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Rendőrkapitányság együttműködése. Ennek eredményeként minden nyáron Tourist Police akció működik Sóstón. Ez a városrész ugyanis évről évre nagyobb figyelmet kap, mind a helyiek, mind a turisták részéről. Tavaly rekordévünk volt, 197 ezer vendégészakát töltöttek el a Nyíregyházán, a kereskedelmi szálláshelyen a vendégek, ehhez jön még a magánszálláshelyeknek a vendégszáma, úgyhogy meghaladtuk a 200 ezret éves szinten. Természetesen a főszezonban, júliusban és augusztusban érkeznek hozzánk a legtöbben. A külföldiek aránya 30-35%, ez ugye évente változik. A legtöbben a szomszédos országokból érkeznek, Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból és Ukrajnából, de azt tapasztaljuk, hogy ezekből az országokból érkező vendégek is többnyire fiatalok és középkoriak egyaránt beszélik az angol nyelvet. Ezért olyan diákok segítik a rendőri munkát, akik több nyelven beszélnek, így a turistáknak is tudnak hasznos tanácsokat adni. A Tourist Police akció célja, hogy megfelelő biztonságérzetet tudjanak nyújtani a hatóság szakemberei a látogatóknak, és fokozni tudják a rendőri jelenlétet. Őket úgy osztottuk be, hogy a hét minden napjára, itt a Sóstón hétfőtől péntekig vagyunk egyenruhás és civilruhás kollégákkal, kollégánként 3 diákot osztottunk be, és akkor így le tudjuk fedni az egész Sóstó területét, illetve a Kossuth térre is vannak beosztva diákok egyenruhás járőrök mellé, és délelőtti, délutáni időtartamban vannak a gyerekek. Eddig közel 70 diák jelentkezett, hogy részt vehessen az akcióban. Van köztük olyan, aki tavaly is itt dolgozott le néhány órát a kötelező 50 órás közösségi szolgálatból. Tavaly is ugyanez volt a feladat, hogy például elmentünk az állatkert elé, és amelyik kocsiba volt érték, vagy le volt húzva az ablakod, arra raktunk egy ilyen szórólapot, vagy bevittek minket a strandra, ott is szórólapot osztottunk a turistáknak. Ez idén 6 nyelven tartalmaz bűnmegelőzési tanácsokat, többek között a fürdőzéssel kapcsolatban. Mint egy 1500 énekes gyűlt össze a hétvégén Vásárosnaményban. A pedagógus kórusok országos találkozójára 18 kórus érkezett az ország számos pontjáról. Ők külön-külön és együtt is énekeltek. Vezetőik a nap végén okleveleket vehettek át, és a Fasang Árpád díjat is kiosztották. Hallod a csalogányt? Talán ez a dallam csendült fel a legtöbbször szombaton Vásárosnaményban. Itt rendezték meg a pedagógus kórusok országos találkozóját. Az évről évre megrendezett esemény idén jubileumát ünnepelte, 30. alkalommal került ugyanis rá sor. A város 4 helyszín biztosította az egy időben zajló hangversenyeknek. A rendezésre pályázniuk kellett, mondta el a házigazda kórus vezetője. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy manapság azért kicsit olyan ez, mint az olimpia, hogy nem tolonganak olyan nagyon a városok, és mi egyszer úgy volt már, hogy valaki helyett megrendezzük, de ők a végén mégis tudták vállalni, így viszont automatikusan a következőt mi kaptuk. Elég nagy feladat, de örülünk, hogy bevállaltuk, és azt reméljük, hogy mindenki jó szájízzel távozik majd Vásárosnaményból. A hangversenyeket követően a Tomcsányi kastély parkjában gyűltek össze a nap főszereplői, 18 kórus, mintegy 550 énekese. Itt a Múzeumok Éjszakája program sorozatához kapcsolódva összkarban együtt énekeltek. Sokan közülük már évek, évtizedek óta résztvevői a találkozónak. Ez idő alatt barátságok kötődtek, és minden alkalommal kíváncsian hallgatják egymás énekét. Ahogy az eseményt összefogó pedagógus kórusok országos társasága is, amely figyelemmel kíséri a kórusok fejlődését. Nagyon örülünk, hogyha látjuk, mi vezetők is, hogy azok a kórusok, akiket évente azért nagyjából hallunk, vagy van, akit csak 2 éve, hát attól függ, hogy hogy jutnak el, hogy mennyit fejlődtek. Sajnos vannak olyan tendenciák, amikor kórusok elfogynak ugye az utánpótlás, ami nehéz dolog. A fiatalság nem mindig szereti az énekkarba való részvételt, de most is nagyon örömmel szolgált, ahol én voltam a helyszínen, itt a
lónyaiba, hogy voltak olyan kórusok, akik évek óta hallom, és olyan szép, komoly munka, látszik, hogy mennyit dolgoztak, fejlődtek. És ez nagyon jó érzés. Az esemény a helyi sportcsarnokban zárult, ahol a kórusok vezetői okleveleket vehettek át, majd átadták a Farsang Árpád díjat, amelyet ebben az évben Iványi Tamás a helyi vegyeskar karnagya kapott, mások mellett a Kodály módszer ápolása és az utánpótlás nevelés érdekében tett munkája elismeréseként. Megvannak a 2018-as kompetenciamérés eredményei. Az Eduline cikkéből kiderül, nem változott a 6-os, 8-os és 10-es diákok matematikai és szövegértési készsége az előző évekhez képest. Vagyis nem javultak látványosan, de legalább nem is romlottak. A szakközépiskolások eredményei viszont továbbra is tragikusak, derül ki a felmérésből. A matematikai felmérés átlag eredményei minden év folyamon szinte teljesen megegyeznek a tavalyi értékekkel, míg a 8-os és a 10-es diákok szövegértési eredményei kicsivel jobbak a tavainál, addig a 6-osok teljesítménye tovább romlott. Hatalmasak a területi különbségek is az eredményeket illetően, az előző évekhez hasonlóan továbbra is elsősorban a budapesti, nyugat-dunántúli és a közép-magyarországi régió teljesít jobban a kompetenciaméréseken, míg az észak-magyarországi, valamint az észak-alföldi régió van a legnagyobb lemaradásban az egész országban. Az eredmények alapján elmondható, hogy a községekben élő tanulók és a budapesti diákok teljesítménye még mindig a teljesítményi skála két végpontjánál. Az adatokból az is kiderül, hogy egy egész középiskolai képzési forma tanulói, vagyis a populáció mintegy 21%-a képtelen elérni a 6. évfolyam átlagos matematikai és szövegértési képesség szintjét. Az elemzés szerint az egyes képzési típusok eredményeinek különbsége elsősorban az ott tanuló diákok összetételével, a középfokú beiskolázás kiválasztási mechanizmusával magyarázható. Például a szakközépiskolások eredményei nem azért alacsonyabbak, mert ők szakközépiskolába járnak, hanem azért járnak szakközépiskolába, mert az eredményeik alacsonyabbak. Különbség azonban már korábban kirajzolódik, ugyanis a később szakközépiskolában tovább tanulók már a 6. évfolyam végén is alacsonyabb eredményt értek el átlagosan szövegértésből és matematikából, mint a más képzési formákban tovább tanuló társaik. Ezt követően a 8. évfolyamra a fejlődésük mértéke kisebb volt, mint a többi képzési formában tanuló társaiké, majd a szakközépiskolákban a 9.-10. évfolyamon matematikai eszköztudásuk és szövegértési képességeik lényegében nem fejlődtek tovább, olvasható az elemzésben. A tűző napon autóban hagyott kutya akár egy perc alatt is hőgutát kaphat. Ha a kinti hőmérséklet 30 fok, az autó másodpercek alatt elérheti akár az 50 fokos hőmérsékletet is. Ez pedig azonnali tragédiához vezethet. A szakemberek a forróságban arra is felhívják az állattartók figyelmét, hogy csak a kora reggeli és a késő esti órákban sétáltassák négylábú kedvenceiket. Napok óta tart a szokatlan hőség hazánkban, amely nem csak az embereket viseli meg, hanem a kutyákat is. A négylábúaknak nehezebben alkalmazkodik a szervezete a szélsőséges időjáráshoz, mint a gazdáiknak. Nekik sokkal kevesebb idő is elég egy hőgutához. Néha még felelős gazdiknál is megtörténik a baj. Az elmúlt héten, két hétben, amikor ugye ez a borzasztó nagy hőség volt, két olyan bejelentést is kaptunk, miszerint a saját kutyus, a család saját kutyusa rosszul lett, és az egyik esetben sajnos halállal végződött a történet. Nem sétáltak vele, csak labdáztak a kertben. Ugye az illető kutya egy francia buldog volt. Ezt azért hangsúlyozzuk ki, mert vannak olyan kutyák, például a buldogok, a rövidorrú fajták, a mopsz jellegű kutyák, akiknek nagyon-nagyon veszélyes ilyen időben kint tartózkodni. Elég, ha csak a kertben labdázik vele az ember, akkor is megtörténhet a baj. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a hosszú szőrű kutyákat, a nagyobb testűeket semmiféleképpen ne sétáltassák napközben, több okból sem. Az egyik ok, hogy napközben forró a talaj, amely a kutyák tappancsát meg tudja égetni. Hogy biztonságos-e az aszfalt, azt egy úgynevezett kéztesztel lehet eldönteni. Ha 5 másodpercnél tovább nem bírjuk ott tartani a kezünket, akkor az veszélyes a kutyákra. Ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy reggel 7 óra előtt, este pedig 7 óra után sétáltassuk kedvenceinket. Gyakori probléma, hogy az autóba bezárva hagyja a gazdi a kutyát, amíg bemegy egy boltba például. A hőségben a tűző napon hagyott autó akár pár perc alatt is kárt tehet a kutyában.
Erre is készült egy teszt, egy állatorvos próbáltam ezt meg, hogy milyen ideig, vagy mennyi ideig bírja ezt az egész dolgot. Hát 5 perc után majd, hogy nem úgy kellett kihúzni az autóból. Azt tudni kell, hogy egy napon álló autó villámgyorsan felmelegszik. Erről van egy szuper jó kis ábra egyébként interneten, tehát rá lehet keresni erre, illetve mi is kitettük már ezt többször. Hogyha a külső hőmérséklet ilyen 30-35 fok, a belső hőmérséklet másodpercek alatt felkúszhat akár 40-45-50 fokra is. Ez természetesen azonnali hőgutát jelent. Nem segít a helyzeten az sem, hogyha vizet hagyunk bennekik, vagy lehúzzuk az ablakot. A kutyák szervezete ugyanis másképp dolgozza fel a hőmérsékleti körülményeket, mint az emberé. Ezért fontos a lakásban tartott kutyákra is odafigyelni. Ma már hűsítőjátékok is segítenek a kutyusoknak a nyári forróságban. Létezik fagyi alakú gumijáték, amit vízzel megtöltve fagyasztóban kell lehűteni, majd azzal játszhatnak a négylábúak. Az újfehértói Gépészkovács Hagyományőrző Egyesület egy román egyesülettel szervezett határon átnyúló ralit veterán autóknak. A többnapos programsorozat Nagyváradról indult, majd Kálósemjénben csatlakoztak a Kálai Kúria rendezvényére, ahonnan a versenyre is rajtoltak el az oldtimerek. A nap végén Újfehértón tartottak díjkiosztógálát. Én nagyon örülök neki, hogy befogadhattuk ezt a rendezvényt, ha úgy tetszik, hiszen ez újabb színfót lehet a város életében, és én biztos vagyok benne, hogy nem az első, hanem egy kezdet az egész ebből a szempontból. Hétfő délelőtt elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A tavalyi keretből 5-en távoztak, új játékossal, egyelőre még nem kötött szerződést a klub. A Spari 8 edzőmeccset játszik a bajnoki rajtig. Először július 3-án a Szolnok ellen láthatják a csapatot a szurkolók. 24 játékos vett részt a Nyíregyháza Spartacus hétfő délelőtti edzésén, amelyet az örökösföldi pályán vezényelt le a futballistáknak a szakmai stáb. A legutóbbi keretből hiányzott a távozó Rubus Tamás, Nagy József, Fagyas Tamás, Forró Gyula és Bakos Szabolcs. A csapattal edzett viszont Kovács Ellen, Pap Máté, Villán Dominik, Csorvási Tamás és Alexander Svedjuk. Velük még nem kötött szerződést a klub, de gyakorlatilag már Spari játékosnak tekinthetők. A cél egyértelműen a feljutás kiharcolása. A stábnak az a terve, hogy azt, amit elkezdtünk a tavaly, azt a fiatalitást, azt az idén is folytatni. Nyilván most a célok teljesen mások a csapat eredményessége szempontjából, de azt, ami az egyik fő célunk, ugye a fiatalokat beépíteni és a saját akadémiáról kijövő fiatalokat használni a felnőtt csapatba, az továbbra is célunk. A legutóbbi szezonban 16 góllal Hornyák Marcell volt a Spari házi gól királya. A támadó a következő bajnokságban még több találatot vár magától. Ez hatalmas nagy élmény. Ugye nemrég NB3-ban rúgtam ennyi gólt egy fél év alatt, most pedig NB2-ben is tudtam bizonyítani. Nyilván ez motivál, ugye önbizalommal tele vagyok, és nyilván szeretnék sokkal több gólt rúgni. A kapus Jova Levente szerint előnyt jelenthet, hogy nem a nulláról kell kezdeni az építkezést, a szakmai stáb és a csapat és sikeres tavaszt tudhat maga mögött. Mindenképpen fontos az, hogy nem egy új stáb jött, ugye, hogy újban újról kezdeni mindent, hogy új játékstílus, stb. Azért már az Oránnal együtt dolgozunk egy fél éve, szerintem jó munkát végzünk vele együtt, sikeresek voltunk tavasszal. Igen, azért a gerinc az megmaradt a csapatnak, de ezt még egy-két kiegészítő kulcsjátékossal azért örülnék, hogyha érkeznének, és érkeznek is folyamatosan. A Sparinak tavasszal volt egy 10 meccses veretlenségi sorozata, amely alatt 7 mérkőzésen érintetlen maradt Jova Levente hálója. Tuska János kapusedző szeretné, ha tovább javulna a statisztika. 3 kapus lesz a felnőtt keretnél, 2 kapusnak a helye biztos, ugye a Jova Levente és a Nagy Máté, illetve lesznek próbázó kapusok is. Tőlem igazából ugyanaz a koncepció, amit tavaly, én nagyon sokat építek a lábbal való játékra és az esetleges gyors indításokra, valamint ugye én elemzem a kapusoknak a mérkőzés teljesítményét is, ebből próbálok hibát javítani, úgyhogy újra nem nagyon számíthatnak a srácok, ugyanazt a tavalyi kemény munkát, én abban hiszek, azt fogják végezni, amiben egyébként tavalyi évben nagyon fogékonyak voltak, és nagyon meg voltam elégedve velük. A csapat 9 felkészülési meccset játszik a bajnoki rajtig. Először július 3-án Örökösföldön a Szolnok ellen láthatják a csapatot a szurkolók. Azt követően a Kassa, a Kazincbarcika és a Kisvárda ellen lépnek pályára Hornyákék. Az egyhetes szlovéniai edzőtáborban újabb 4 meccs következik, majd Mezőkövesden tartja a bajnoki főpróbát Zorán Spisek együttese.
Bakó Botond az NB1-es kisvárdai női kézilabda csapat új vezetőedzője. A 38 éves szakember a Debrecen női együttesével bajnoki ezüst és bronzérmet szerzett, legutóbb pedig az orosházi férfi csapatot irányította. Az elmúlt szezont Vlatko Gyonovicsal a kispadján kezdte, és Dévényi Jánossal a kispadján fejezte be az NB1 8. helyén záró kisvárdai csapat. A megbízott vezetőedző szerződése lejárt, így helyét a székelyudvarhelyi születésű Bakó Botond veszi át. A 38 éves szakember 26 évesen már a másodosztályi orosházi férfi csapatot irányította, majd ült a Békés és a Csurgó férfi, valamint a Békés Csaba, a Fehérvár, KC, a Szeged és a Debrecen női csapatának a kispadján is. Utóbbival érte a legnagyobb sikereit egy bajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint az EHF kupa szerepléssel. Az EHF mesteredzői képesítéssel rendelkező tréner legutóbb az NB1-b és orosházi férfi csapat szakmai munkájáért felelt. A kisvárdai együttes július 8-án kezdi el 8-7-es felkészülését, amely alatt 8 edzőmeccset játszik a csapat. A tavalyi keretből 9-en távoztak, helyükre folyamatosan érkeznek az új játékosok. Az elmúlt héten a legutóbb Kecskeméten szereplő 27 éves átlövő Siska Pálma és a Szombathely csapatával NB1-ben bajnoki címet szerző 21 esztendős szélső Udvari Laura szerződtetését jelentette be a klub vezetése. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Lényegesen kevesebb lesz az idei gyümölcstermés, az időjárás nem kedvezett a hazai megynek. A tavalyi 90 ezer tonnához képest akár 40%-kal is kevesebb lehet idén, derül ki a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet közleményéből. Ennek egyik legfőbb oka az időjárás, a tavaszi éjszakai fagyok és a virágzás alatti aszályos időjárás, valamint a virágzás követő fényszegény idő sem volt kedvező a gyümölcsnek. Az elmúlt évtizedben a megy egyensúlyi kilogrammonkénti ára 160 forint körül alakult, az európai kereslet-kínálati viszonyoknak köszönhetően akár 30%-kal is magasabb lehet idén az induló ár. Eddig közel 70 diák jelentkezett az 50 órás közösségi szolgálat keretein belül a Tourist Police akciójára. Ennek célja, hogy növeljék a turisták és a pihenni vágyók biztonságérzetét, valamint hogy felhívják figyelmüket a bűnmegelőzés lehetőségeire. Az augusztusig tartó programot idén már 7. alkalommal szervezte meg a nyíregyházi rendőrkapitányság. 18 kórus, mintegy 550 énekes gyűlt össze a hétvégén Vásárosnaményban. A pedagógus kórusok országos találkozójára az ország számos pontjáról érkeztek. Ők külön-külön és együtt is énekeltek. Vezetőik a nap végén okleveleket vehettek át, és a Fasang Árpád díjat is kiosztották. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták június 24-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb kedden este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható hétfőn este. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 19 fok körül alakul. Kedden kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. Szerdán jobbára derült, száraz időre van kilátás. Csütörtökön érintheti a Kárpát-medencét egy gyenge hidegfront, amely délutántól főleg észak-keleten átmeneti felhősödést és szorványosan záport, zivatart okozhat. A következő napokban túlnyomóan napos időre lehet számítani, általában kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Tovább erősödik, majd péntektől kissé gyengül a nappali felmelegedés, de a csúcsérték így is az átlag felett alakul majd.